Sziasztok! A Mowglival érkezünk ma, ezt a filmet természetesen még nem láttuk, viszont a trélert, ami nemrég jött ki, volt alkalmunk megnézni, így van, és ezért azt gondoltuk, hogy elmeséljük nektek, hogy miért várjuk ezt, szerintünk miért lesz majd érdemes megnézni, és hogy egyáltalán miért van értelme szemlátomást furcsa mód egy évvel az előző megfilmesítés után még egyszer megfilmesíteni egy témát. Ez a mai apropunk. Hát Gyuri, te miért szereted? Nem szereti a Gyuri az ilyet. Szóval mi azt látjuk ezen a tréleren, amit ti is most ebben a pillanatban már néztek, hogy ez nagyon sötétnek ígérkező film, és komolyabb, mint az eddigi Disney adaptációk. Amúgy gondolom volt másik film is, nem? Ami nem Disney-s. Persze, volt. Ja, mert én most erre nem emlékszem be valam, így a múltból. Ez a Bruce Lee játszó színész. Tényleg, a Brandon Lee játszott. Nem a Brandon Lee, csak valaki, aki a Bruce Lee életéről csinált filmben volt. Tényleg az a csávó, aki eljátszotta őt a Shark Tank. Hát volt a Mesha, meg szerintem volt még egy. Ja. Ja. Kétségtelen. Jó, szóval egy nagyon közkedvelt téma ez. Úgy tűnik, hogy Hollywoodon visszatér ehhez, és most Andy Serkis, akit nem győzünk méltatni ugye a motion capture technology-val alkotott színészi teljesítményei miatt. Ez úgy tűnik, hogy az ő szívszerelme, és ezért is akarta ezt megcsinálni, de mondom, nagyon sötétre alakította a tónusát a filmnek. Ami szerintem, nem baj, szerintem ez tök jó. Nem, épp ez az, hogy mi szeretjük az ilyesmit, és én személy szerint nagyon támogatom azt, hogy adjunk, ahogy az angol mondja, a gravitációt, nem? Ezeknek a történeteknek. Hát, hogy nem minden egyes film az a kisgyerekeknek készüljön. Mert egyébként az előző, tehát a másik film, a Book of the Jungle, az tök olyan volt, mint a Disney mese egy az egybe, ugyanazt az élményt teljesen adta nekem. A kisgyerek is szinte még, szerintem hasonlít is esküszöm a rajzoltra, de az egy sokkal fiatalabbnak tűnő gyerek, olyan, az ilyen kis cuki kisgyerek, igen. És olyan teszetosza érzetet kelt, miközben ott van sírkán meg minden, persze egy felnőtt ember is azt kell tenni, de ez a kisgyerek, ezen legalább látod, hogy ez így harcolni fog. Ez egy számkivetett. Igen, meg ez egy ilyen elvadult kis csávó, szóval teljesen más. Amúgy én azt hiszem, Gyuri, hogy ez egy projekt, nem, amit most a Disney-t csinálnak, hogy megfilmesítik az összes rajzfilmjüket. Mert úgy tudom, hogy jön nem sokára a Kishablány, most volt ugye a Szépség és a Szörny, tehát ők szerintem egyszerűen élőszereplőssé teszik, vagy félig meddig élőszereplőssé teszik a rajzfilmjeiket. Mindazonáltal kell ebből egy ilyen variáció is, ami nagyon komoly, és kiemeli a regénynek azt a sajátosságát, hogy az azért nem egészen gyerekkönyv, sőt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a regény, ugye, ami a Kiplingnek az egyik főműve, az egy nagyon mély és komoly tartalmű, amiben szerintem felnőtt fejjel is lehet izgulni a szereplőkért. Legalábbis én így vagyok vele. És én szerintem Andy Serkis is így van vele, aki majd itt a Balúnak kölcsönzi a hangját. És ha már hangok, hát óriási színészek lépnek színre, mint azt is látjátok, ugye Benedict Cumberbatch. A Benedict Cumberbatch egyértelműen ő a legjobb. Igen. És amikor kijött a Dzsungel könyve, másfél éve vagy mikor volt, igen. Ott meg az Idris Elba volt, igen. Aki ugye a Heimdall az Avengersből. És az is marha jó volt. És én akkor, amikor az a film kijött, akkor tök úgy voltam vele, hogy az nekem nagyon-nagyon tetszett az a film. Uh-huh. És úgy voltam, hogy most mi a bánatot fog tudni adni még egy feldolgozás. Más, de ugyanolyan rangos színészgárdával, mert ebbe is azért a Kate Blanchett van, Christian Bale, Benedict Cumberbatch, szóval marha jó hangok vannak itt is, de ott is jók voltak. Uh-huh. Szóval, de az vitathatatlan tény, hogy a trailer alapján a Benedict Cumberbatch az fantasztikus, mint sírkán. Tehát az Idris Elba is jó volt, de ezt az embert nem lehet überelni. Tehát nem véletlenül volt ő a Smaug, olyan hangja van, hogy az nem igaz. Nagyon szép. Félelmetes egyszerűen, ahogy beszél. Hát én úgy gondolom, hogy annak is nagy szerepe van ebben, hogy ezek angolok. És én úgy hiszem, hogy ezek az angol színészek, ez a generáció, a Christian Bale meg a Cumberbatch, ezek színházi színészek is, és egyszerűen annyira szépen képzett a hangjuk, tudod. Igen, ugyanakkor viszont azt azért hadd tegyem hozzá, hogy a Christian Bale, akármennyire is imádom azt az embert, tényleg nagyon szeretem, de szerintem szar hangja van a Christian Bale-nek. Nah. Egészen konkrétan szar hangja van. Nah. És Bagheera-ként... Ki volt Batman? Igen? Ki nem? George Clooney is. Paul Kilmer is volt Batman. Na szóval, sőt, Ben Affleck. Szerintem nem áll jól ennek a Bagheera-nak sem ez a hang. Egy fokkal jobb, mint a Ben Kingsley volt. Tehát az előző cast-ban az volt a mélypont. Tehát az egy rettenetesen fura cast. Úgy gondolták, hogy öreg, bölcs, és akkor legyen ezért ő, de ne. Jó, de ne. Nem áll jó. Nem egy fekete párduc hang. Egy bagolynak esetleg tök jó hang lett volna, de... Tényleg. Ja, na mindegy, szóval imádjuk a Christian Bale-t, meglátjuk, hogy mit hoz ki a Bagheerából. A Kate Blanchett lesz ugye a kígyó, az előző filmben meg a Scarlett Johansson volt. Ők megosztva lehetnek ketten kígyó hangok, mert tudod, az a durva ebben, hogy a Kate Blanchettnek
tök jó gonoszos hangja van, tehát neki jól Igen. áll ez a kemény, ilyen éles, Igen. viszont a Scarlett Johanssonnak a hangja, Igen, ez az nagyon... fantasztikusan működött a kígyóként, ahogyan így elcsábítja a kis fű, tök ja, jó. Ja, Úgyhogy ja. nem tudom, fura azután most. Az szerintem tökéletes volt az első Igen, filmben, Igen. szóval. Igen, neki ilyen rekettes hangja van, és eleve is olyan csábításra használt hang több filmben is. De két Blanchett is egy, tehát őket lehet gonosz hangnak használni, meg ez persze nem gonosznak is, szóval igazából ez nem predesztinálja. Na, maradjunk annyiba, hogy ez nagyon jó lesz így. Mi a helyzet a motion capture kontra animációval? Hát én azt gondolom, nézd, én azt gondolom, hogy én nagyon megszerettem, nem is csak a Gollum miatt, hanem a Majmok bolygója miatt. Ez ennyire bizarr, hogy meg lehet valakit szeretni a Gollum miatt. Gollum minden idők legundorító fejű lény. Jó, nem a technológiát, tehát a szerintem létjogosultsága van ebben. Tudod, hogy óriási vita van abban, hogy ezt ismerjék el, mint színészi kvalitást. Ja. És pedig szerintem el kell ismerni, mint színészi kvalitást, mert egyszerűen ők, amikor elemzik ezeknek a majmoknak a mozgását, és mennyire tök jó megcsinálják, mert tehát utána már csak rá kell pakolni a digitális képet, ugye, arra, amit ők bemozognak a számítógépbe. Tehát a lényeg az, hogy én szerintem ez jobb. Én jobban szeretem ezt, de mondom ezt úgy, hogy nyilván egy klasszikus Disney rajzfilmnél animációk is vannak, meg hát nyilván ott rajzos technológia. Jó, most az alapján, amit láttunk ebbe a trailerbe. Ja. Igen. Én, hát én tök egyértelműen el tudom mondani, hogy szerintem rettenet. Tehát az rettenet. Tehát még a sirkán hagyján. Uh-huh. De a Bagirán is ebben... Emberfejű nagyon. Igen, tehát olyan érzésem van, hogy az tök egyértelműen ember szemek néznek Aha. vissza rám, és egy kicsit meg van nyújtva, valami oda van elérakva, de annyira látszik, hogy egy emberfej van emögött, az ja. orr mögött, és ez még jobban kijön az Akelánál, az rettene, ja. és az, arról nem is beszél, hogy az kutya fejű. Igen. Az nem farkas. Igen. Nem. Az előzőben tök jól néztek a ki, a ráksa meg az Akela. Igazad van. Szóval, és ott még jobban kijön, mert egy kutyának vagy egy farkasnak hosszabb az orra, és itt is látod, hogy egy kicsit össze van ja. nyomva. Nem tudom. Ugye az orrára nem tudtak tenni kis tapaszokat nem a motion capture-ről. Tudom, fura, de meglátjuk. Egy kihívások elé állította ez az alkotókat, főleg Andy Serkis, akinek ez a fő profilja, tehát ja. hogy ő most már annyi mindenben volt ilyen captured színész. De én szerintem lehet, hogy ez nem fog elvenni az összélményt. Jó, én se gondolom, ez most de, igen, de nekem se tetszik, tehát hogy ránézek egy-egy fejre, és azt mondom, hogy nem. Ja. Ja. A másik az annyira szép volt, ott olyan jól meg voltak jelenítve a dolgok. Igen. Viszont zeneileg alatta maradt nekem a gyerekkori élményemnek az előző, mert ugye az előzőnek a Igen. szinkronos változata fantasztikus. Igen, gyönyörű volt. Tehát ott a Balúnak, a Bagirának ja. milyen hangja van, ja. de a izének is, a Louis királynak, a Majom királynak is van, ja. a Bodrogi Lajos Lula. Királynak, igen. És ebbe az újban meg Lajcsi. A Lajcsinak, a Louisnak a Balázs Péter volt a hangja, hm. és nem is a beszédes résznél volt gáz, hanem amikor énekelt az olyan, hm. Nem tudom. De az angolul is fos volt szerintem. Tudod, nem lehet a klasszikust szerintem tovább fokozni. Tehát, hogy azért van 5-6 klasszikus Disney mese, amit fölösleges zeneileg tovább írni, vagy megpróbálni azt helyettesíteni. Most hát szerintem jót tett volna a filmnek, hogy a többet visznek bele. A régiben. Aha, hát ezt mondom én is. De nem vittek már. Nem vittek. Érted? A Szépség és a Szörnyű meg sem merték kockáztatni azt, hogy mondjuk kivegyék a fő témát, ugye a Beauty and the Beast. Hát, szóval ez a lényeg, hogy... Nyilván nem veszik ki, de ez jogos, mert miért is venni ki, hiszen ez olyan, mint hogyha, mit tudom én, megpróbálnánk egy új módszertot alkotni, mert ezek tényleg szerintem fantasztikus zenék. Ja. Főleg köszönhető ez ugye az Ellen Menkennek, aki a nagy házi zeneszerzője ugye a Disneynek. Jó, ennyit erről Gyuri, szigorúan nézem, úgyhogy be kell fejeznünk a mai adást. Azt gondolom, hogy együtt érdemes várnunk ezt a filmet, és majd ha eljön, és már pedig nem sokára el fog jönni közeleg a bemutató, akkor menjünk el együtt, és utána nézzük meg a róla készült videót, hogy mit csinálunk. Sziasztok! Sziasztok.